A White Castle, azaz a Fehér Várkastély egy 1-től 4 játszható társasjáték, amelyben a játékosok a 18. századi Japánban a saját lányuk számára igyekeznek minél nagyobb dicsőséget, elismerést elérni. A felvétel elkészítéséhez a játékot a Vagabund kiadó webshopja a jójátékjóáron.hu bocsátotta a rendelkezésemre, és ez egy nemzetközi kiadású példány, így öt nyelven van benne játékszabály, többek között angolul is, azonban készült hozzá rajongói fordítás, ezt eléritek a webshop oldalán, és ha megtetszik a játék, akkor a honlapon a saját kiadásunk és egyéb ritkább, nehezebben beszerezhető társasok mellett a White castle is megtaláljátok. A doboz az itt látható játékelemeket tartalmazza, és most csak a zöld játékos játékterét készítettem elő, de a többi játékos színben is vannak táblák, illetve figurák. Készítsük elő a kastély első két szintjéhez a kártyákat. Kétfős játék esetén vegyük ki mindkét pakliból a külön megjelölt kártyákat. Ezekre nem lesz szükség. A paklikat külön-külön keverjük meg, és helyezzük képpel lefelé a játéktábla megfelelő mezőire. Majd az első szinten három kártyát kell képpel felfelé fordítani, a második szinten pedig kettőt, a harmadik szintre pedig egyetlen daimjó kártya kerül, válaszunk egyet véletlenszerűen, azt helyezzük képpel felfelé a játéktáblára, a többit pedig helyezzük vissza a játék dobozába. Az első és második szint kártyái esetében, amennyiben a sötét sávú részekben ugyanaz az ikon jelenik meg, akkor minden kártyát vissza kell keverni és újra elő kell készíteni a szinteket. Tehát ha például mindenhol ez a híd ikon lenne látható, akkor ezt a lépést meg kellene ismételni. De így, hogy másik ikon is megjelenik ebből a háromból, így ez most rendben van. Keverjük meg az összes kocka jelölőt, hogy a hátlapjukon ez a kockaikon legyen látható. És a várkastély első szintjére a külön szimbólummal megjelölt mezőkre egy véletlenszerűen választott fehér, fekete és koral színű jelölő kerül. A színek tetszőleges sorrendben felhelyezhetők, tehát például a fekete bármelyik helyen lehet. A lényeg az, hogy mind a három helyen legyen egy-egy különböző színű kocka jelölő. Ezt követően fel kell tölteni véletlenszerűen választott jelölőkkel a várkastély mezőit. Ezt a számsorrendben kell megtenni, a táblán be vannak számozva ezek a mezők. Egy, 2, 3, 4, 5 és így tovább. Itt tehát már bármilyen szín fel lehet helyezni a következő üres mezőre. Arra kell csak vigyázni, hogy amikor a szobák üresen maradt mezőit kell feltölteni, akkor végül minden szobában legalább kettő kocka színnek meg kell jelennie. Tehát ha ide koral színű kocka húznánk, akkor azt a következő mezőre kell helyezni, és ide egy másmilyen szint kell majd helyezni. Itt tehát az lehetséges, hogy egy szobában kettő ugyanolyan színű kocka jelölő van, de a harmadik mindenféleképpen eltérő kell, hogy legyen. Az utolsó két mező a kútnál van, ez a 11-es, 12-es mező. Ide a véletlenszerűen választott jelölőket a másik oldalával felfelé kell ide helyezni, azaz a kocka ikonnal lefelé. A megmaradt jelölőkért pedig nem lesz szükség. A forduló jelölőt helyezzük a fordulósáv első mezőjére. A daimio pecsétekből, az érmékből, a plusz 40 illetve 80 jelölőkből alkossunk egy közös készletet a játéktábla mellett. Helyezzük fel a hidakat a megfelelő színű mezőkre. Majd minden kockaszínből egy el többre lesz szükség, mint amennyi a játékosok száma. Tehát 2-3, illetve 4 fős játék esetén 3-4, illetve 5 dobókockára lesz szükség. Dobjunk a színekkel külön-külön, majd a kapott értékeket növekvő sorrendben kell felhelyezni a hidakra úgy, hogy a legkisebb érték a híd bal szélén legyen, a legnagyobb érték a híd jobb szélén legyen, a híd közepén pedig a többi érték növekvő sorrendben helyezkedjen el. Ezt meg kell ismételni minden híd esetében. Keverjük meg a kertkártyákat, a két fajtát külön-külön. Majd a hidak alá mind a két fajtából egy-egy kártyát kell felfedni, a megmaradt kertkártyák pedig visszakerülnek a játék dobozába. A három gyakorló térre összesen négy lapkát kell felfedni. Ezeket véletlenszerűen választjuk, és lehet látni, hogy melyik helyen milyen oldalra lesz szükség a többi lapka pedig kerüljön vissza a játék dobozába. A játékosok válaszolnak egy-egy játékos szint, és vegyék magukhoz a hozzátartozó birtoktáblát, a 15 figurát. Az udvaroncokat a birtoktábla felső sorába kell egymás mellé helyezni. A kertészek a középső sorban, a harcosok pedig az alsó sorba kerülnek. Az erőforrásávok nulla egy étel, egy vas illetve egy gyöngyház kell helyezni. A legyezők a pontotósáv mellé kerülnek. A befolyás véletlenszerű sorrendben egymásra kell helyezni, és a torony kerüljön a kócsagillusztrációra illusztrációra az idősáv elé. Majd a kócsagjelölőket a befolyás alapján kell felhelyezni, úgy, hogy akinek a befolyás felül van, annak a kócsaga az előre áll, és föntről lefelé haladva a legalsó befolyás jelölő tulajdonosa a sor végére állítja a saját kócsagot. Keverjük meg a kezdő erőforrás kártyákat, és a játékosok számánál egyel többet képpel felfelé a játéktérre kell helyezni. Majd a kezdő erőforrás jelölők alá a kezdő akciókártyák közül egyet-egyet fel kell fordítani képpel felfelé. Az egymás fölött lévő kártyák egy-egy párt alkotnak, majd fordított játékos sorrendben, azaz azzal a játékosa kezdve, akinek a jelölője leghátul áll, és visszafelé haladva. Minden játékos választ egy egymás fölötti kártyapárt. Az elvett akciókártya a birtoktábla kártyamezőjére kerül. A kezdő erőforrásokat azonnal megkapják a játékosok. Jelen esetben ez a játékos kap egy rist, ilyenkor a jelölővel a sávon felfelé kell lépni. Kettő vasat, és egy gyöngyházat. Emellett pedig három érmét és egy daimyo jelölőt. Ezek az egyes értékű érmék, ezek pedig az ötös értékű érmék, ezek bármikor felválthatók. A daimyo pecséteket pedig a birtok lehet gyűjteni, legfeljebb öt tárolható a táblán, a többlet elveszik. Ezt követően a kezdő erőforrás kártyát képpel lefelé kell fordítani, úgy, hogy ez az ikon a bal részen legyen, és be kell csúsztatni ide a lámpás mezőhöz amelyben valaki olyan erőforrás kártyát visz el, amin egy ilyen külön kártya van kijelölve, ilyen esetben ez, megkapja ezt a kártyát is, és majd az erőforrás kártyával együtt ezt a két kártyát kell becsúsztatni így a lámpás mezőhöz. A nem választott, nem használt kártyák kerüljenek vissza a a játék egyedül is játszható, ehhez külön egyszemélyes kártyák tartoznak. Többfős játék esetén ezeket helyezük vissza a játék dobozába. Végezetül pedig minden játékos vegyen magához egy-egy ilyen kétoldalas játékos segédletet, és kezdődhet is a játék. A játék három fordulónál tart, minden fordulóban a játékosok játékos sorrendben háromszor kerülnek sorra, ezután a forduló véget ér, új fordulót kell előkészíteni, a harmadik forduló végén pedig össze kell számolni a pontokat és a legtöbb ponttal rendelkező játékos lesz a győztes. Amikor egy játékos sorra kerül, akkor egy tetszőleges híd egyik végéről elvesz egy dobókockát, és azt lehelyezi vagy a saját birtok táblájára, vagy a központi játéktáblára. Elképzelhető, hogy érméket kell fizetnie, vagy érméket kaphat a lehelyezett érték alapján. Ha a híd bal széléről a legkisebb értékű kockát veszi el, akkor aktiválja. A saját lámpás sorát, végezetül pedig végrehajtja az akciót, ahova a dobókockát helyezte. Tehát amikor egy játékos sorra kerül, akkor először is kiválasztja az egyik híd egyik végén lévő dobókockát. Ez azt jelenti, hogy színenként vagy a legkisebb, vagy a legnagyobb értékű dobókockát lehet csak elvenni, a híd közepén lévő dobókockákat nem. Összességében igaz, hogy a nagyobb dobókocka értékkel olcsóban lehet az akciókat végrehajtani, viszont ha a híd bal oldalán lévő legkisebb értéket veszük el, akkor aktiváljuk majd a lámpás sorunkat, ami további jutalmakat biztosít, így gyakran kifejezetten a kisebb értéket fogjuk keresni. De bármilyen dobókocka értéket is veszünk el, azt egy kocka mezőre kell lehelyezni, Kockamezők találhatók a várkastély első, illetve második szintjén, a kútnál, a falakon kívüli területnél és a saját birtoktáblán. Itt is van három kockamező. A kockamezőkön mindig valamilyen érték szerepel: 1-es, 3-as, 4-es, 5-ös, illetve 6-os. A szürke mezőkre bármilyen színű kocka lehelyezhető. A saját birtoktáblán azonban csak meghatározott színű dobókocka helyezhető az adott sorba, és minden lehelyezésnél igaz, hogy amennyiben kisebb kockaértéket helyezünk, mint amit letakarunk, akkor a különbözetet érmékkel kell kifizetni. Tehát ha például ezt a kettes értéket szeretném ide helyezni, egy négyes értéket letakarva, akkor kettő érmét kell kifizetnem a saját készletemből a közös készletbe. Ha ugyanolyan értéket helyezek oda, akkor nem történik semmi, nem kell pénzt fizetnem, de nem is kapok pénzt. Ha pedig nagyobb értékkel takarok le egy kocka értéket, például a hármas mezőt négyessel takarom le, akkor a különbözetet megkapom érmékben, ebben az esetben tehát egy érmét kapnék a közös készletből a saját készletemben. Három illetve négy fős játék esetén a központi táblán lehetőség van arra, hogy két dobókockát egymásra helyezünk, Azaz, amennyiben egy játékos az előző körben elfoglalt egy mezőt, és egy másik játékos szeretné azt használni a körében, akkor azt megteheti, és ugyanazok a lehelyzési szabályok igazak, tehát most itt, ha négyest takarok le hármassal, akkor plusz egy érmét be kellene fizetnem függetlenül attól, hogy a mezőn eredetileg hármas érték szerepelt, tehát mindig a letakarásra kerülő értéket kell figyelembe venni, a saját birtoktáblán nincs lehetőség kockákat egymásra helyezni, és egy mezőn legfeljebb kettő kocka lehet egymáson, egy illetve két esetén pedig egyáltalán nincs lehetőség arra, hogy egynél több kocka legyen egy mezőn. A kocka elvétele lehelyezése és a megfelelő mennyiségű érmék beadása vagy elvétele után Ebben az esetben itt most jár egy érme, hiszen hármas mezőt akartam le négyessel. Az elvett kocka helyére a hídról a legközelebb lévő kockát oda kell helyezni. Így kerülnek tehát a játékba a híd közepén lévő kockák. Ha a híd másik végéről vettem volna el ezt a kockát, akkor ez csúszik a helyére. Ezt követően kell végrehajtani a lámpás jutalmát, amennyiben a legkisebb értékű kockát vettük el valamelyik hídról a központi játéktáblán is van egy ilyen emlékeztető ezzel kapcsolatban. A lámpás mezőjében pedig kártyák lesznek lefordítva, például majd ez a kártya is előbb-utóbb oda kerül, és így a lámpás utalma egyre gazdagabb lesz, egyre több dolgot aktivál, például, hogyha ez a két kártya van itt, akkor ez a játékos kap egy vasat, és az idősávon egyel előrébb lép, ez itt látható. Végezetül pedig végre kell hajtani a tényleges akciót. A várkastélyban ezek a kockajelölők határozzák meg, hogy melyik sort lehet a kártyákról végrehajtani. Ebben a szobában például, ha én koral színű kockát helyeztem le, akkor a koral kockajelölővel egy sorban lévő akciót hajtatom végre, azaz az esetben kapok kettő ételt, kettővel feljebb lépek ezen az erőforrásában. Ha fehér kockát helyeztem volna ide, akkor ugyan nem kapok érmét, hiszen pontosan hármas értékkel takarom le, ez a hármas ide kerül, viszont ebben az esetben mind a kettő sort végrehajthatnám, hiszen két sor mellett is van fehér kocka jelölő. Ha pedig egy szobában több akciót is végre lehet hajtani, azokat tetszőleges sorrendben tudjuk végrehajtani. Itt a felső lehetőség az lenne, hogy lépjünk előre egyet az idősávon, a második lehetőség pedig egy daimjó pecsét beadásáért egy kertész akció végrehajtása. Mindig igaz, hogy amikor egy ikonnál fekete szám szerepel, akkor azt az erőforrást megkapjuk. Itt például egy daimyo pecsétet lehet kapni, meg egy tetszőleges erőforrást itt az erőforrásávon. A piros számok pedig valamilyen költséget jelentenek, tehát egy daimyo pecsét beadásával végrehajtható egy várkastély akció. Az első két emeleten tehát a kocka jelölőket kell figyelembe venni, és az alapján a kártyán lévő akciót lehet végrehajtani az adott sávban. A falakon kívüli területre lejezett dobókocka mindig két akciót jelöl ki, a két szomszédját. Ezek közül egyet választhatunk, tehát amennyiben ide helyezünk dobókockát, vagy a kert, vagy a várkastély akciót lehet végrehajtani. Ha pedig ide helyezünk dobókockát, akkor vagy a várkastély, vagy pedig a gyakorlóterek akcióját lehet végrehajtani. A központi játéktáblán van még egy mező, ez a kút, és az olyan szempontból különleges, hogy egyrészt egyes érték miatt jó eséllyel itt érmékhez juthatunk. Másrészt pedig ez az egyetlen mező, ahol több dobókockai is szerepel. Itt nem egymásra helyezzük a dobókockákat, hanem a használt a dobókockát azt félre kell tenni, és ezen a területen bármennyi dobókocka szerepelhet így, mindig egyes értéket kell figyelembe venni az ide a dobókockánál. A jutalom pedig minden esetben a különbözetért járó érmék mellett egy daimjó pecsét, valamint az ide két kocka jelölő, de ugye ezek képpel felfelé szerepelnek, tehát valamilyen jutalmat biztosítanak. Tehát ebben a játszmában a kút akciónál mindig lehet szerezni egy damjó pecsétet, valamint egy gyöngyházat és egy tetszőleges erőforrást. Tehát vagy egy ételt, vagy egy vasat, vagy pedig egy gyöngyházat. Mivel a különböző erőforrások jutalmak szerzése mellett gyakorlatilag ez a három fő akció a játék lényegi része. Most nézzük meg ezeket amikor bármilyen módon kert akciót aktiválunk, tehát ezt a híd ikont, akkor a birtoktáblánk középső sorából balról az első kertészünket helyezzük egy kertkártyára. Ennek pedig mindig valamilyen ételben kifejezett költsége lesz. Ide például két ételért, ide négy ételért, ide három ételért lehet kertést helyezni. Az étel kifizetése után helyezzük le a kertészt, és a kártya másik felén lévő akciót ezt követően végre lehet hajtani. Itt például egy kút akció hajtható végre, azaz ezt az akciót kell végrehajtani. Ilyenkor természetesen nem helyezünk le dobókockát, így ezt nem kell figyelembe venni. A kút akciónál mindig egy daimjó pecsét, valamint a két lapka jutalma jár. Fontos, hogy játékos színenként egy kártyán csak egy kertész állhat. Tehát a zöld ide már nem küldhet többet kertészt, de az összes többi kártya bármelyikére igen. Egy kártyán pedig minden színből állhat egy-egy kertész. Vannak olyan kertkártyák, amik gyakorlatilag egy újabb akció lehetőséget biztosítanak. Itt például, hogyha négy ételért ide helyezünk egy kertészt, akkor három érme beadásával végrajtatunk egy várkastély akciót. Magának a jutalomnak a végrehajtása nem kötelező, dönthetünk úgy is, hogy egyszerűen csak lehelyezzük a kertészt, bár ez nyilván nem annyira gazdaságos. Ez volt tehát a kertész akció, ételt kell befizetni, egy kertészt pedig egy kertészkártyára kell helyezni és a jutalmat végrehajtani. Nézzük meg a gyakorló tér akcióját, ennek vas költsége van. A költség a gyakorló tereken látható, egy, három, illetve öt vas költség lehet. Attól függően, hogy melyik gyakorlótére szeretnénk helyezni, egy harcosunkat. Ilyenkor ugyanis a harcos sorból, tehát a legalsó sorból kell elvenni egy figuránkat, kifizetjük a választott gyakorló térköltségét, ilyen esetben mondjuk csak ezt tudja megengedni magának ez a játékos, tehát egyel visszább lép, és ide helyezi a harcosát, majd megkapja az ott lévő lapka jutalmát, jelen esetben három rist, tehát ezt itt lelépi. A kertekkel ellentétben minden gyakorló téren bármennyi harcos állhat, tehát ugyanannak a játékosnak több harcosa is lehet ott. A legdrágább gyakorló pedig két jutalom is jár, itt például három gyöngyház, és egy tetszőleges koral akció, azaz a várkastélyból kiválasztunk egy koral sort, és azt végrehajtjuk. Ez volt tehát a gyakorlótér ikonja és akciója. A várkasti akciónál, azaz ennek az ikonnak az aktiválásakor, egyrészt lehetőségünk van két érme egy udvaroncot a várkapuhoz küldeni, azaz a saját birtoktáblánkról a felső sorból balról az első figurát felhelyezhetjük ide, kettő érme beadásával. Egy másik lehetőség pedig, hogy már a központi táblán lévő egyik udvaroncunkat egy vagy két szinten feljebb jutatjuk, ehhez kettő vagy öt gyöngyház beadására van szükség. Ennek a játékosnak most nincs ennyi, de tegyük fel, hogy van kettő ilyen gyöngyháza, hogyha ezt kifizeti, akkor ezt az udvaroncát egy emelettel feljebb juttathatja. A központi játéktárban több udvaroncunk is lehet, és a szobák jobb szélére kell helyezni. A feljebb kerülő udvaroncokat egy-egy szobában több udvaronc is tartózkodhat. És ennél az akció lehetőségnél, amikor egyel vagy kettővel feljebb egy udvaroncot, bármelyik kapunál első vagy második szinten udvaroncunkat választhatjuk. Ha öt gyöngyházért kettőt mozgatunk egy udvaroncot, akkor azt egy udvaronccal kell lépni, tehát nem lehet szétosztani a lépést kettő udvaroncra, és összességében vagy két érmért bejutatunk egy udvaroncot a kapuhoz, vagy egyel vagy kettővel feljutatunk egy udvaroncot, vagy mindkettőt megtesszük. Ha mindkét lehetőséggel élünk, akkor nem kötelező azt az udvaroncot feljutatni, akit most raktunk a kapuhoz. Az alsó két lehetőség közül viszont csak az egyiket választhatjuk, tehát nem fizethetünk be mondjuk hét gyöngyházat, hogy egy udvaroncot egyel, egy másikat pedig kettővel juttassunk feljebb. Amikor egy udvaronc első vagy második szintű szobában fejezi be a lépését, akkor egyrészt a birtok táblájáról az ott lévő akciókártyát képpel lefelé fordítja, és berakja a lámpás sorba a következő kártyának. Elcsúsztatva kell a kártyákat egymásra helyezni, hogy ez a barna sáv az ott lévő utalmakkal mindig látható legyen. Ez követően a kiürült kártya helyre be kell rakni azt a kártyát, amelyik az imént elfoglalt szobában van, és azt be kell helyezni a saját birtoktáblára. A központ játéktáblán üressé váló mezőre fel kell forítani az adott szintű pakliból egy újabb kártyát. Végezetül pedig a saját birtoktáblára helyezett kártyáról végre lehet hajtani egy világos hátterű akciót, ebben az esetben vagy lép az idősávon a játékos egyet, vagy pedig kettő ételt kap. Amennyiben egy udvaronc a harmadik szintre lép fel, akkor egyrészt megkapja a lámpás sorában lévő utalmakat, ilyenkor az összes utalmat lehet érvényesíteni. Ez követően, hogyha az itt lévő daimjó kártyán van még üres mező, akkor egy tetszőlegesen választott mezőre be kell helyezni a saját figurát, és azonnal jár az ott lévő utalom. Például ez a piros legyező azt jelenti, hogy azonnal kap a játékos kettő klánpontot. Ezt rögtön le kell lépni. És látható, hogy itt korlátozott számban van üres mező. Ha már minden mező foglalt, akkor is be lehet lépni erre a szintre. Akkor azonban csak a lámpás utalma jár, a többi figurát ide kell helyezni. A sárga legyezők pedig játék végig győzelmi pontokat jelentenek. Minden udvaronc, aki az első szinten áll el három pontot fog érni a játék végén, a második szinten 6 pontot, a harmadik szinten pedig 10 pontot. Végezetül pedig nézzük meg a saját birtoktáblák akcióit. A három kockaszínhez három különböző sor tartozik, és amikor dobókockát helyezünk egy sorba, akkor balra-jobbra haladva minden ikont érvényesítünk, ami látható, tehát nincs letakarva figurával. Lehet látni, hogy amennyiben minden mező le van takarva, akkor is jár egy étel, egy vas, egy gyöngyház de minden sor a játék folyamán egyre gazdagabb lehetőségeket kínál majd, amennyiben figurákat helyezünk innen a központi játéktáblára. A kocka lejelzés után tehát végig kell menni a látható ikonokon, majd az itt lévő kártyán a megfelelő sorban lévő akció lehetőséget végre lehet hajtani. A kezdőkártyákon egyetlen ikon látható, tehát itt például egy kert akciót lehet végrehajtani, akár még sort is aktiváljuk. A későbbiekben azonban több lehetőség is lesz, itt például koralszínű kockával az idősávon lehet lépni, a fekete színű dobókockával egy daimjó beadásával kert akciót lehet végrehajtani, fehér dobókocka használatával pedig kettő étel kapható. Vannak olyan kártyák, ahol egy-egy akció két sort is elfoglal. Ha például ilyet viszünk el, akkor ezt ugye majd ide helyezzük, így már a lámpás akciónál plusz egy érme jár, és ennél a kártyánál a koral, illetve a fekete dobókocka ugyanaz az akció lehetőséget biztosítja, azaz jár egy lépés az idősávon, illetve a lámpás akció. Ezeknek a kártyáknak a hátulján pedig piros legyező látható, tehát amennyiben ilyen van itt a lámpás sorban, akkor egy győzelmi pont jár minden ilyen piros legyező után. Többször szó esett erről az idősávról, amin a kócsag ikonnal lehet előrébb lépni. Ez a sáv tulajdonképpen négy évszakot határoz meg, és az évszak határokon van költség is, azaz erről a mezőről, erre a mezőre átlépve egy daim pecsétet kell beadni, amiben a játékos nem rendelkezik ez a daim pecsétel, vagy nem kívánja kifizetni azt, ha nem léphet tovább a következő mezőre. Itt már kettő jó pecsétet, itt pedig hármat kell befizetni. Ennek a sárnak pedig a játékos során meghatározásában lesz fontos szerepe. Továbbá a játék végén győzelmi pontokat ér, amelyben a befolyás jelölünk ezen a szakaszon áll. Három klánpont jár érte, itt 6 klánpont jár érte, itt pedig már mezőnként emelkedik 10-15 pontig. Ezek tehát az akció lehetőségek, és a saját birtoktáblán még két mellékakció lehetőség látható, ezeket bármikor végre lehet hajtani a játék folyamán, és nem túl kedvező átváltások, de elképzelhető, hogy valamikor igen jól jöhet. Egy daimyo pecsétért egy érme kapható, kettő daimyo pecsétért pedig egy tetszőleges erőforrás kapható. A játékosok tehát játékos sorrendben, amikor sorra kerülnek, elvesznek egy híd végéről egy dobókockát, azt lehelyezik egy kockamezőre, megkapják vagy kifizetik az érték különbözetet. Ha a híd valódaláról vettek el kockát, akkor megkapják a lámpás jutalmat, végezető pedig végrehajtják az akciót, amit a dobókockával kijelöltek. Ezen a következő játékoson a sor, és egy fordulóban mindenki háromszor kerül majd sorra. Ezután az összes hídon együttvéve három dobókocka marad. Tegyük fel, hogy ez a helyzet a forduló végén. Át kell rendezni a kócsokokat, tehát új játékos kell megállapítani. Ezt az idősáv alapján kell megtenni. Akinek elől van a befolyás jelölője, az lesz az új kezdőjátékos, a többiek pedig meghatározott sorrendben következnek majd. Ha egy játékos olyan mezőre lép a forduló során, ahol már van másik játékosnak jelölője, akkor a jelölő tetejére helyezi a saját jelölőjét, tegyük fel, hogy így alakult a forduló során, és döntetlen esetén a felül lévő jelölő előrébb lévőnek számít, tehát itt a sárga játékos lesz a kezdőjátékos, a zöld játékos lesz a következő, itt pedig a kék előbb jön, mint a piros játékos, tehát át kell itt variálni a sorrendet. Ez követően egy kert lépése kerül sor, minden olyan kertész aktiválódik, amelyik fölött lévő hídnál legalább egy dobókocka maradt. Tehát ilyen esetben minden kertkártyán aktiválódna az ott lévő kertész. Egy ilyen esetben mondjuk a fekete hídnál lévő kártyákon álló kertészek nem aktiválódnának, de a többi kártyán lévő kertész aktiválódik. Ami azt jelenti, hogy a kertészek végrehajtatják annak a kártyának a jutalmát, ahol a kertészük áll. Tehát például ez a játékos végrehajtad egy kútakciót, ha itt állna kertész, akkor végrehajtatna egy világos hátterű akciót a várkastélyból, és így tovább. Ezt már az új játékos sorrendben kell megtenni, tehát itt például a sárga játékos megnézi, hogy melyik kertészét tudja aktiválni, és az összeset aktiválja tetszőleges sorrendben, majd a zöld játékos megteszi, és így tovább. A kert akció végrehajtása után elő kell készíteni a következő fordulót, össze kell gyűjteni az összes játékban lévő dobókockát, akár saját birtoktáblán, akár a központi játéktáblán van, újra kell dobni velük, és növekvő sorrendben, ugyanúgy, hogy a játék elején fel kell rakni azokat a hidakra. A forduló jelölő egyel lejjebb lép, és új forduló kezdődik. A második, illetve a harmadik forduló pontosan ugyanúgy zajlik, mint az első forduló. A harmadik forduló végén azonban még be kell állítani az új játékos sorrendet, de a kert illetve a következő forduló előkészítése lépés kimarad, és a játék egyik pontozása kerül sor. Először is számoljuk össze az összes érménket, illetve egy daim jó pecsétünket. Ezt osszuk el öttel, ennyi győzelmi értük. A maradékot figyelmen kívül kell hagyni. A megmaradt erőforrásokért egy, illetve kettő klánpont járhat. Ha valamelyik erőforrásból három, négy, öt vagy hat maradt, azért egy klánpont jár. Ha pedig hét, akkor azért két klánpont jár. Tehát ezt minden egyes sáv esetén meg kell nézni. Le kell pontozni az idősávot, 3, 6, illetve 10-15 pontig járhat érte. Minden kertész annyi pontot ér, amennyi a kártya sarkában látszik, amelyen áll. Tehát az itt lévő kertészek 3 pontot érnek, az itt lévő kertészek 9 pontot érnek, és így tovább. Az udvaroncok a várkastély szintjétől függően 3, 6, illetve 10 pontot érhetnek. A gyakorlótéren lévő harcosok pedig ezen a két mezőn egy-egy pontot, ezen a mezőn pedig két pontot érnek minden egyes udvaroncuk után, aki bejutott a várkastélyba. A kaput tehát nem lehet figyelembe venni. Hát egyik fejének a játékosnak mondjuk még van itt egy harcosa, és mondjuk itt van egy udvaronca. Ez azt jelenti, hogy összesen kettő meg egy, azaz három pont jár minden egyes várkastélyban lévő udvaronca után. Kettőt juttatott be, így összesen 6 pontot kap a gyakorló téren lévő hartosok után. A legtöbb pont a rendelkező játékos a győztes, döntetlen esetén pedig az érintettek közül az nyer, akinek a kócsag jelölője előrébb áll. A játék egyedül is játszható, ehhez ezt a külön paklit kell használni, meg kell keverni a paklit, és amikor sorra kerül a Tokugawa klán, akik ellen játszunk, meg kell fordítani a pakli felső kártyáját, pakli mellé kell helyezni, meg kell nézni, hogy a Pakli tetején lévő kártya milyen kockát jelöl ki, itt például a fehér kockát jelöl ki, mégpedig a kisebb értékűt. Tehát megmutatja a kártya a híd melyik részéről kell választani, és azt is megmutatja alatta, hogy hova kell lehelyezni ezt a kockát. Tehát itt például a híd bal végéről erre a szobára kell lehelyezni a kockát. Majd a megfordított kártya akcióit kell végrehajtani. Ha nincs ott kocka, amit kijelöl, akkor addig kell kártyákat felfedni, amíg olyat nem fordít, amit el tud venni. Ilyenkor azonban a sorból csak a legutolsó két kártyát kell figyelembe venni, tehát ezeknek az akcióit kell végrehajtani, föntről lefelé haladva, balról jobbra. Ha valamit nem tud végrehajtani, akkor helyette az első fordulóban egy, a második fordulóban kettő, a harmadik fordulóban pedig három pontot kap és természetesen a két fős játék szabályai érvényesek, tehát nem lehet kockákat egymásra helyezni. Ő erőforrásokat nem kap, de nem is kell fizetnie semmiért. Érméket azonban gyűjt, és azokat a fordulók végén pontokra váltja, és természetesen az a célunk, hogy a játék végére több pontot gyűjtsünk, mint ő. A Fehér Várkastély egy közepesen összetett játék, amelyben izgalmasan és ötletesen vannak összekapcsolva a különböző mechanikai és játékelemek. Remek ötlet a lámpás sáv, aminek a jutalma egyre gazdagabb lesz a játék folyamán, így egyre jobban megéri kis értékű dobókockát elvenni, és a hídról történő dobókocka is szuper. Okosan van megoldva, hogy hogyan kerülnek a játékba a híd közepén lévő dobókockák, és a játékosok döntései alapján akár kifejezetten nagy értékek is bekerülhetnek a híd bal oldalára. Mivel a játék folyamán mindenkinek összesen 9 köre van, megfontolt a döntéseket kell hozni, nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy-egy körünk kevésbé legyen hatékony. Akinek akár a téma, akár a működés alapján megtetszett a feje várkastély, tegyen vele bátran próbát. Örülök, hogy erre jártál és megnézted ezt a videót. Ha érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, akkor megköszönöm, ha lájkolod, kommentelsz, megosztod és feliratkozol a csatornára.